Sziasztok! Ma hátozni fogunk. A cél egy régi módi klasszikus, igazi kemény hátedzés felvétele, mert mostanában már csak ilyen nagyon felfújt és színes edzéseket látunk. Mindenki oktatja a másikat, hogy ó, ezt így kell csinálni, ó, ezt amúgy kell csinálni, én vagyok a sztáredző. Nem, hát ez le van szarva igazából. Mindenki edzen a maximális teljesítményen, amivel képes, aztán a színpadon majd eldől, hogy ki a legjobb. Azt is meg kell mutatni, milyen, amikor hányásig csinál valaki egy felhúzást, milyen az, amikor tényleg oda teszi magát, és nem bohózkodik, csak a kamerák kedvéért. Úgyhogy én szeretném ezt divatba hozni újra, hogy az igazi munka legyen előtérbe helyezve, ne pedig a külsőségek. Az első körökben mindig ilyen magas ismétlés számot szoktam dolgozni, hogy jól bemelegedjek, meg legyen a bőrbőség, és utána fel lehessen menni 100-110%-ra. Most azt fog következni, hogy a szuperkét mindkét gyakorlatát megvetkőzhetem addig, amíg bírom. Bukásig törekszünk a bukásra. Kellőképpen lefárasztottuk a hátat, erre jött egy felhúzás, azon kell a bemelegítés, úgyhogy nyomjuk. Olyan 40 kilósával szoktam haladni, nem vagyok túl erős, de igyekszem kihozni belőle, amit tudok. Minden találik. Okay.
Csomóan megkérdezik, hogy hogyan kéne edzeniük ahhoz, hogy fejlődjenek. Hát általában nem edzéstervekkel van a probléma, vagy étrenden, még azt mondom, még az a... Nem edzenek elég keményen. Tök egyszerű a történet, nem edzenek elég keményen. Lejönnek, tudják, 60-ban tudok fekvenyomni, akkor nyomogatok abban, nem teszem fel 80-ra, azt hívok valakit oda. A legtöbb edzőtermi barát segít születik, hogy te figyelj, tudnál segíteni, amíg nyomok. Hát így lehet csak határt feszegetni, hogy valakit megkérsz rá, hogy figyelj már rám, amíg én tovább tolom a korlátaimat. Milyen egyszerű, és hogyha valaki szintet akar lépni, akkor ne féljen segítséget kérni, ez egy kurva nagy család. Fogod, oda mész egy vastestvéredhez, hogy segítsen, aztán valószínűleg segíteni fog. Ja, még senki nem mondta azt, ilyen kis vézna korom óta, hogy húzzál majd nevű a gyerek. Úgyhogy nyugodtan lehet próbáltatni. Lehet, anyát nem tanítottam meg, de én megtanítom. Ha először egy csúlyt valahonnan, akkor vidd is vissza. Szóval, ha megdöglöttél, felhúzás, be utána is. Ez vajon ide való? Nem ide való. Most visszamisztik a helyén. Mindenki álma az, hogy valamiben a legjobb legyen a világon. Egy dolog választ el csak tőle, a munka. Senki nem lesz úgy a legjobb, hogy megszülettem, és akkor már a legjobb testépítő, a legjobb orvos, vagy a legjobb szakács vagyok. Vannak tehetségesek, meg vannak nem annyira tehetségesek, akik próbálnak fejben erősek lenni. Tehetséges vagy, és ha arra rádolgozol keményen, akkor senki nem állíthat meg. Ha tehetséges vagy, de telibe szarod, akkor olyanok állítanak majd meg, mint én. Pózolás a végére.
Az osztalonos forma általában nagyon szar. Nem is nagyon szoktam mutogatni. Elég éles a váltása az offszezon meg a versenyszezon között nálam, illetve a tömegelés és a diétázás között. Én nekem beízik a derekam, meg az az elmegy a habokba ilyenkor. De azért egy kis pózolás gyakorlás az soha nem árt, mert hamar ki lehet én a rutinból. Pózolás az rengeteget javított a kondíción, plusz kis kardiónak is elmegy, úgyhogy versenyszezonban minden edzés után, tömegelés alatt is azért heti 2-3 nem árt, egy az, hogy a rutint megtartsuk, kettő, hogy megadjuk azt a plusz töltetet az izmoknak, ugye ilyenkor nyilván megy a feszítés, izomfeszítés folyamatosan az egész testet fentől lefele, megfogni mindent. Roppant fontos az agyizom kapcsolat fejlesztésének a szempontjából, hiszen itt lehet a legfinomabbra csiszolni azt a kapcsolatot, ami ezért felelős, és ebben segítségünkre lehet ugye. Azért jó az a sport, mert abszolút logikus. Logikusan van felépítve, egymásra épülnek benne a dolgok, mindennek van értelme. Ez azért nagyban megkönnyíti a munkánkat, a munkámat, az edzéseimet, hogy tudom, hogy a befektetett munkának igenis van eredménye. Persze ez mindenben így van. Most, hogy újra elkezdtük ezeket a kis videókat, nem állom már meg, megy minden tovább a következő őszi szezonig, úgyhogy remélem, hogy tetszett is, hamarosan jövünk újra egy még keményebb és még sokat mondóbb edzéssel. Ismeritek őt? Nem. Ennyi. Te vagy,